A McDonald's egyértelműen a világ egyik legelterjedtebb és legkedveltebb gyorsétteremlánca. Vannak, akik rendszeresen esznek meg is ételeket, és vannak, akik inkább messziről elkerülik őket. Bárhogy is legyen, a népszerűsége még mindig töretlen. Minden 14 és feledik órában nyílik valahol egy új McDonald's étterem. Az étterem kezdetben nem hamburgert kínált, hanem hotdogot. Naponta közel 70 millió ember eszik McDonald'sban, ami több, mint az Egyesült Királyság teljes népessége. A Happy Meal menünek köszönhetően a McDonald's a világ legnagyobb játékértékesítője. A vállalat mintegy 75 millió dolláros bevételt termel naponta. Bárhol is legyél az Egyesült Államokban, sohasem leszel 185 kilométernél messzebb egy McDonald's étteremtől. A Cézár salátájú több zsírt és kalóriát tartalmaz, mint egy Big Mac. Ez főleg az öntetnek köszönhető. Bill Gatesnek van egy McDonald's aranykártyája, amivel bármelyik étteremben ingyen fogyaszthat. Második Erzsébet angol királynő is birtokol egy McDonald's éttermet a Windsori kastély közelében. A Shanghai Hamburger Egyetemre a jelentkezők kb. 1%-át veszik fel. Összehasonlításképp a Harvard Egyetemen ez az arány 5,9%. A McDonald's mára már több mint 100 milliárd hamburgert adott el. Világszerte több mint 37 ezer éttermet tartanak számon. Az első Ronald McDonald Willard Scott volt, akit később azért bocsátottak el, mert túl kövér volt. A legészakabbra fekvő McDonald's étterem Finnországban található, a legdélebbi pedig Új-Zélandon. A McDonald's másodpercenként 75 hamburgert ad el. Az arizonai Sedonában található McDonald's éttermen a megszokott sárga helyett türkis színű emblémát helyeztek el, hogy az épület jobban beleolvadjon a természetes környezetbe. Ha a McDonald's vállalat egy ország lenne, akkor a 90. leggazdagabb lenne. Gazdagabb, mint bármelyik harmadik világbeli ország. Csak úgy, mint Pavlov, aki képes volt a kutyai nyeltermelését egy csengővel beindítani, a McDonald's is képes az emberek étvágyát meghozni a jól megszokott csillingelésekkel, zenékkel vagy vizuális elemekkel. A vállalat évente több mint 1 milliárd dollárt költ különböző reklámokra. Az amerikai iskolások 96%-a felismeri Ronald McDonaldot. Ennél nagyobb arányal a fiktív karakterek közül csak a Mikulás rendelkezik. Hivatalosan négyféle McNuggets formát különböztetnek meg. Harang, csont, csizma és labda. Hongkongban és Japánban vannak, akik non-stop McDonald's éttermekben laknak, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy lakást béreljenek. Őket hívják megmenekülteknek. Egy átlagos McDonald's alkalmazottnak 7 hónapot kell dolgoznia ahhoz, hogy megkeresse azt, amit egy vezérigazgató egy óra alatt. Egy tanulmány szerint a McDonald's logóját világszerte többen felismerik, mint a keresztet. Ha megeszel egy Big Mac-et sült krumplival és kólával, akkor 7 órán keresztül kellene gyalogolnod, hogy ledolgozd.